elindítjuk az árnyékkormány rezsimentő alapját. Dobrev Klára árnyékkormánya és maga az egész demokratikus koalíció meghirdette a rezsimentő alapot. Fantasztikus. Ez a történet arról szól, hogy ők egy, azaz egy nehéz sorsú család decemberi rezsiszámláját átvállalják és kifizetik. Végül is dicséretes. Ugyan kis lépés a nehéz sorsú családok életében, de nagy lépés. Dobrev Klára, a Dobrev-féle árnyékkormány és a demokratikus koalíció életében. Ugyanis, gondolná a gyanútlan hírfogyasztó, végre tettek egy lépést valami hasznos, valami jó, valami nemes irányába. És már meg is jelenik az ember szeme előtt, ahogy a DK parlamenti képviselői, meg az árnyék kormány tagjai, hát összeadogatnak a fizetésükből, jövedelmeikből kisebb-nagyobb összegeket, amellyel majd decemberben egy nehéz sorsú családot megmentenek a rettenetes rezsiszámlától. Igen ám, de nem erről van szó. Kicsit tovább olvassuk a dolgot, akkor megtudjuk, hogy Dobrev Klára, a Dobrev-féle árnyékkormány és a demokratikus koalíció úgy indít rezsimentő alapot, hogy az emberektől kér pénzt arra, hogy majd megmentsenek decemberben egy nehéz sorsú családot. Arra kérünk minden magyar állampolgárt, aki tud egy kicsit adakozni. Segítsétek egyetlen egy hónap, egy decemberi rezsiszámla kifizetését. Így egy kicsit máshogy néz ki a történet. És ha még azt is hozzávesszük, hogy az emberektől, akiktől pénzt kérnek, egyszer s mint mindjárt el is kérik a személyes adataikat, hogy ezt a pénzt odaadhassák, magyarul ez nem más, mint egy adathalászat, most akkor az egész ügy kap egy vajszínű árnyalatot. Igen, ők úgy mentenek rezsit, úgy mentenek meg nehéz sorsú családokat, hogy más emberek pénzét kérik el erre a célra. De végül is ez a politika ott a baloldalon jogfolytonos. Mutassuk meg az igazi baloldali szolidaritást. Mutassunk akkor mi példát a kormánynak, hogy hogyan kellene neki eljárnia. Gyertek velünk és legyetek rezsimentők. Ha ellenzékben vannak, elkérik az emberek pénzét. Ha kormányon vannak, akkor meg egész egyszerűen elveszik. Nem hiába mondta Margaret Thatcher annak idején, a kommunistákkal az a baj, hogy mindig kifogynak a mások pénzéből.